Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Nagy örömünkre újra itt vagyunk Családőrzők című sorozatunkkal. És itt vannak vendégeink is, akiket nagy szeretettel mutatok be. Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő mozgásterapeuta. Szervusz Csilla, szervusztok! És itt van velünk Papp Csilla, életvezetési szakértő, párkapcsolati mediátor. Szia Csilla, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És én már a második műsorban köszönhetjük sok szeretettel Hézli Józsefet, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakembert, illetve tanárt. Azzal köszöntök én is mindenkit. Bocsáss meg, köszönöm. Azzal kezdtük egy héttel ezelőtt a beszélgetést, hogy a mentálhigiénés oldaladat faggattuk, és azzal a témával tovább fogunk menni, ahol jártunk, mert szerintem nagyon fontos, főleg ebben az időszakban nagyon fontos, mert sok szülő küzd emiatt. Viszont megkérdezném azt is, hogy mit jelent az, hogy szervezetfejlesztő szakember? Minek a szervezetét fejleszted? Tulajdonképpen ott, ahol sok ember van, akár, de ez egyébként egy család is lehet egy szervezet, de tehát ahol sok ember van, mondjuk egy, akár egy iskolában, egy cégnél, az egyházban, bárhol, tehát mindenhol, ahol van valamiféle szervezeti működés, ott jó, hogyha van egy szervezetfejlesztő szakember is, mert hogy ő az, aki igazából rálát bizonyos folyamatokra, és adott esetben fel is tudja térképezni azt, hogy mire lehet szükség egy közösségben, mondjuk egy tantestületben, vagy akármelyik, vagy bármelyik munkahelyen. És tulajdonképpen minket úgy képeznek, hogy mindenki a saját szakterületén fejleszt, vagy fejtheti ki ezt a szervezetfejlesztői tudását. Most különösképpen fontos lehet ebben az időszakban, amikor a gyerekek sokáig nem jártak iskolába, konkrétan nem találkoztak egymással, és lehet akár ez is oka annak a témának, amit egy héttel ezelőtt abba hagytunk, ugye arról beszéltünk, hogy a gyerkőc az óvodába vagy az iskolába nem szívesen megy be, szülő nehezen tudja megállapítani, hogy ez most csak a leválási probléma, mert ugye nyáron is, vagy főleg, hát a kisiskolás ugye most másfél évig megint együtt lehetett a szülővel, újra kezdi a beilleszkedést az osztályba és egyebekbe. Vagy ez az oka, vagy az az oka, hogy tényleg valami esetleg bent történhetett. Hogy tudunk segíteni annak a szülőnek, aki ott könyörög a gyereknek mondjuk az iskola kapuba, hogy ugyan menjél már be? Mi lehet itt a megoldás? Tudunk-e mindjárt tanáccsal segíteni? Mert én sok ilyet látok, és borzalmasan, nem tudom, hogy a gyereket sajnáljam jobban, vagy a szülőt sajnáljam jobban, elképesztő ez a látvány és idegesítő, és olyat is tudok, aki odáig süllyed, hogy a gyerek már olyan fizikai hisztit tudott levágni, hogy tényleg el kellett vinni orvoshoz, hogy mi lehet itt a probléma. Nehéz a téma? Példám akkor. Hanem nagyon-nagyon összetett és bonyolult. Akkor mondjad a példádon keresztül, hát ha közelebb jutunk. Láttam én is ilyet, hogy a gyerek nem szívesen ment iskolába, sőt már iskola kezdés előtt, tehát 7 órától fél 8-ig hasmenése, hányingere, testi tüneteket élt meg, tehát szomatizált, és a szülő aztán elvitte, bekönyörögte, nagy sírások árán berakta az iskolába. Nyilván itt a pedagógusnak ezt észre kellene venni, hogy ennek a gyereknek egész komoly szorongásai vannak, de ezt már a szülő is látja, mert azt gondolom, hogy a legtöbb szülő már tud erről, hallott erről, ismerjük, ez nem egy új keletű dolog. Tehát először is azt kell megnézni, hogy mi van a gyerekkel. Tehát a gyereket kell megvizsgálni, akár szülői módszerekkel, akár szakemberhez elviszi, vagy a pedagógussal együttműködve a szülő és mondjuk a gyerekpszichológus, tehát nem tudom, hogy milyen korú gyerekre gondoltál itt a kérdésnél, de mondjuk egy általános iskolásra gondoltam én. Igen, ez azért velük. Egy alsó tagozatosra, mert mondjuk egy felsősnél már másképp jön ki az, hogyha ellenáll, és nem akar iskolába menni, nem sírdogál, hanem más cselekedeteket csinál. Úgyhogy én azt javaslom ilyenkor, hogyha a szülő ilyet tapasztal, hogy vizsgálja meg a gyereket, először is kérdezze ki, hogy mi az, ami miatt nem akar az iskolába menni, mit érez,
van ehhez valaki, kötődik ez az érzéshez egy személy, hogy esetleg egy osztálytárs, mert az is lehet, hogy az iskolában valaki ott bántalmazza. Hallottunk már ilyenről is, hogy gyerektől elvettek pénztárgyakat, megfenyegették, tehát nem tudhatjuk, hogy mi áll a hátterében. Tehát először a szülőnek le kell ülni a gyerekkel, beszélgetni, kérdéseket feltenni. Van olyan szülő-gyerek kapcsolat, hogy nem tudnak direktbe kommunikálni, nincsen meg az a fajta nyílt kommunikáció, hogy ezt megbeszéljék, akkor valamilyen úton, módon, valahogy rávezetéssel, rajzokkal, meséléssel, akármi, ami a szülő eszköztárában van. Ha neki már semmi nincs, mindenből kifogyott, akkor ugye a pedagógus, hogy ő mit tapasztal a gyerekével kapcsolatban, mit lát, hogy lát, szerinte mi lehet, vagy egyáltalán az osztályközösségben ez a gyerek hogy tudott beilleszkedni, hogy egyáltalán az iskolában ő hogy vesz részt, hová pozícionálja magát, hogy szerepel, tehát hogy mi van ott. Tehát ezeket nagyon alaposan érdemes megvizsgálni. Nem lehet az is egy irány, hogyha azt megtudja a szülő, hogy ez csak neki van? Tehát a gyerek, ha egyszer bejut, akkor onnantól kezdve köszöni szépen, működik és jól érzi magát. Innentől kezdve tudjuk, hogy a leválás vagy valamit jelez a szülőnek, vagy hogyha azt az információt kapja a szülő, hogy egész nap rossz kedvű odabent. Hát akkor ugye nem vált le óvodáskorban, hogyha még az iskolában is, akkor ott megint a leválásnál van valamilyen beakadás vagy trauma, valami, most nem akarok találgatni, de nyilván ennek oka van. Olyan is van, hogy a gyerek a szülőnek csinálja, mert a szülőt akarja valamiért érzelmileg zsarolni, terrorizálni. Pedagógusok néznek, hogy bólogatnak. Köszönöm szépen. Tehát, hogy ilyen is lehet, de ott megint a szülő-gyerek kapcsolatban van valami. Tehát akkor ott érdemes vizsgálódni, de... Mondjátok el ti is, hogy ti hogy látjátok ezt. Hát azt gondolom, hogy a gyerekek remekül tudják büntetni a szüleiket. Igen. És ezt valami nagyon nagy elánnal képesek tolni a világba, és nagyon-nagyon korán megtanulják azokat a bizonyos érzelmi gombokat nyomkodni anyun, apun. Tehát pontosan tudja a gyerek, hogy bizonyos helyzetekben neki mit kell csinálni ahhoz, hogy az anyu vidám legyen, mosolygós és boldog legyen, vagy az apu összeráncolja a szemüldökét, vagy kétségbe essen. Nagyon tudják. Nézd meg egy gyereket, aki nagyon tudatosan nézi meg a környezetét, ami előtt elkezd műsort csinálni mondjuk egy áruházban. És itt a tudatosságról beszélnék, amikor hoz egy döntést, mert ő úgy dönt, hogy köszöni szépen, neki elege van, és ő már nem akar tovább türelmes lenni, és akkor ő most kiveli a balhét. Lehet látni a tekintetén, a testtartásán. Tehát annyira nagyon egyértelműek ezek a jelek. Nálunk például a terápiás teremben menetrend szerint téma minden szülő beszélgetésén előjön. Kedves édesanyja, kedves édesapa, téged cefetül átvertek. Úgy vezetnek az orrodnál fogva, hogy a nagykönyv meg van írva itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt. Életre való gyerek. Pontosan, tehát mindig kibuliza magának azt, amit ő el szeretne érni, és el akarja érni. Na most itt az az izgalmas, hogy ahányszor a szülő elveszti a csatát a gyerekével szemben, a gyerek mindannyiszor duplikálja azt a lelki erejét, amivel ő zsarolni tudja a szülőt, és sarokba tudja állítani. Tehát itt eljutnak egy olyan pontig, amikor muszáj szakemberek segítségét igénybe venni, mert egy idő után a szülő kezéből kicsúszik az irányítás, és onnantól kezdve fog aztán végképp minden megborulni. Tehát ha nem a szülő irányít, ahogy ezt az előző adásban Józsi elmondta, akkor nagyon-nagyon nagy baj van, mert hogy a gyerek abban a pillanatban mihez nem kapja meg a struktúrát, kereteket, abban a pillanatban akkora bizonytalanság vesz rajta erőt, amitől széthullik, és a viselkedése az kezelhetetlen lesz. És most az egészségesen fejlődő gyerekekről beszélek, még véletlenül sem azokról, akik a terápiás folyamatban nálunk komoly éretlenségekről tesznek tanúbizonyságot, vagy komoly deficitjeik vannak. Egész egyszerűen arról szól a történet, hogy az egészségesen fejlődő gyerekekkel is tudnak a szülők bizony vakvályák ágyra terelődni, hogyha a szülő nem adja meg kicsikorba a kereteket, nagyobb korban azokat a szabályokat, aminek a mentén aztán felnőtté érdemes meg lehet válni. Miért? Téged nem kötnek a szabályok? Engem nem kötnek a szabályok? A társadalom csak a szabályok szerint tud működni, szervezetfejlesztés. Ha nincsen szabályrendszer, akkor nem tudunk mihez igazodni. Tehát nem lehet a szabályokat semmibe venni, és keresztül gázolni rajtuk. Lehet, csak következményei vannak. Visszalépünk majd még ehhez a korosztályhoz, de pont ezt akartam kérdezni, hogy nálatok ez hogy jelenik meg, hogyha ilyen probléma van? Csak az előző kérdésnél még leragadtam, és ott még van egy mondatom, hogy ha nem haragoztok, akkor elmondom, hogy
Tehát, hogy én azt látom, hogy van az a helyzet, amikor maga a szülő tartja fenn ezt a nagyon erős kapcsolatot. Nagyon jó, köszönöm, köszönöm. Tehát, hogy ez ilyen tudattalan mechanizmus. Tehát azt gondolom, hogy tudatosan az ember ilyet talán nem csinál, vagy nagyon, akkor nagyon manipulatív. Igen. De hogy van, amikor ő tartja fenn ezt az állapotot, hogy nem akar elszakadni, és akkor persze a gyerek erre reagál. Mert tükrözi az anyja. Így van. Igen, én is láttam ilyet. Ez azért is akartam volna majd erről is beszélni, de ott azt hiszem, hogy az anyával kell majd foglalkozni a szakembernek, mert hogy igazából ő nem akar elválni a gyerektől, és aztán a gyerek ezt tükrözi vissza. Nagyon, hát ott már azért mentális probléma van. Tehát ott ez kóros esetben akár még betegség tudatot is plantál a gyerekbe, amit aztán folyamatosan fenntartanak, és az egészségügy berkeibe fognak szambázni mindenféle szinten. Ez rettenetesen veszélyes dolog. Bizony. Viszont akkor térjünk rá a középiskolásokra, mert a középiskolában is előfordulhat, hogy valamiért a gyerek nem akar, főleg a szakiskolában, ahol már szakmát is tanul, és kiderül, hogy őt az a szakma nem köti le, vagy az osztálytársa nem jön ki. Az ő esetükben hogy jelenik meg, hogy nem akarnak iskolába menni? Nem mennek suliba. Ez egy opció. Ez egy opció. Ilyennel azért szoktunk találkozni. Igen, ez egy nehéz dolog, és az az igazság, ez nagyon sokára derül ki. Én nagyon sokat szoktam diákokkal csetelni, mert hogy ez egy ilyen, nekik ugye ez az elsődleges kommunikációs felület, és ezekből is azért elég sok minden leszűrhető, de amikor sikerül szülővel is beszélni, akkor már nagyjából össze lehet rakni a képet. Én látok olyanokat, hogy például amikor a szülő beiskolázza a gyereket egy bizonyos szakmára, és az látszik, hogy a gyerek nem ezt a szakmát akarja, és kiderül, hogy ezt a szakmát valójában nem ő akarja, hanem anya vagy apa. Mm. És ezzel csak az egy probléma van, hogy ezzel éveket rabolnak el a gyerek életéből. Tehát, hogy én ezt látom, és lehet, hogy sérül mentálhigiénesen? Hát ebben sérül, mert ugye nem ezt akarja csinálni. És egyébként ez azért nagyon érdekes, mert volt egy időszak, amikor ilyen pályaorientációs tanácsadásban kellett részesíteni a gyerekeket, és én mindig azt láttam, hogy tulajdonképpen a gyerekeknek, hogyha nagyon belemegyünk és elkezdünk velük beszélgetni, akkor igazából mindegyiknek van valamilyen célja, és van, és pontosan tudja, hogy ő most szakmánál van, vagy nincsen szakmánál. Jó, persze, nyilván ezt is meg lehet kapargatni, de hogy alapvetően azt látom, hogy én nagyon kevés olyan diákkal találkoztam, aki teljesen kilátástalan. És hogyha mert előfordulhat, hogy ő neki mondjuk az álma, hogy DJ legyen. Ez nagyon, de ez egy tök jó cél. Szülő nyilván nem örülne neki. A szülő nem örül neki, viszont de olyannal is találkoztam, hogy a srác boxoló akart lenni, és akkor el kellett beszélgetni az anyukával, hogy annak nem sok értelme, hogy itt ül az iskolában és néz ki az ablakon. Tehát akkor engedjük el azt, hogy ő mondjuk asztalos legyen, vagy autószerelő, vagy bármi, hanem akkor próbáljuk meg abban segíteni őt, hogy akkor eljusson odáig, boxoló akar lenni, ez sport. És ezzel együtt ő rengeteg minden mást is megtanul, és aztán úgy is megérkezik hozzá az a gondolat, hogy neki egy szakmát el kell végeznie, mert a boxolást sem lehet örökké csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy például a pályaválasztásnál ott nagyon kell lenni, hogy tehát nagyon kell segíteni abban őt, hogy kiderüljön, hogy mit szeretne igazán. Az elsődleges, hogy ő. Így van.
És hogy mondjuk miben ügyes, mihez van tehetsége, mert ezt is érdemes megvizsgálni, hogy milyen plusz kompetenciái vannak, amiből ő tud a későbbiekben építkezni. A másik az, én ezt kimondom, hogy óriási hiba a szülők részéről, és szerintem egy óriási önzőség is az, hogy az én meg nem valósított álmomat rakom rá a gyerekre, és elvárom, hogy ő abba álljon bele, és ezt csinálja végig, hiszen varga betűket iratok levele, fogy az ideje, elmegy az energiája, 80-szor csalódik, reményt veszít, az is lehet, hogy feladja, nem szereti, de beláll, mert apám is ezt csinálta, vagy anyám azt várja tőlem, tehát hogy ilyen terheket a gyerekeinkre nem lenne szabad rátenni. Tulajdonképpen folytatva az előző adás témáját, ugye a lelki egészségnél járunk, észrevehetjük-e mondjuk nem szakiskolában, hanem akár gimnáziumban, vagy az általános iskolában abból, hogy valami problémája van a gyereknek azzal, ahol van, hogy rosszul tanul? Uh-huh. Tehát rossz jegyeket hoz haza. Hát úgyne, az teljesen egyértelmű, ez egy nálunk egy alapkérdés, hogyha iskoláskorú gyereket nézünk és vizsgálunk, hogy mit gondol a gyerek, és mit gondolnak a szülők külön-külön arról, hogy a gyereknek az érdemjegyei arányban vannak-e a gyereknek a képességeivel ő szerintük, meg az elvégzett munkával. Ugye nekem a leggyakrabban, amit hallok a szülők részéről, az, hogy hát lehetne jobb is, csak lusta disznó. Na, ilyen nincs. Ilyen nincs. Nem érdekli. Nem. Egész egyszerűen a gyerek kudarckerülővé válik, és már bele se áll a feladatokba, mert minek? Tehát ez nem arról szól, hogy lusta disznó, hanem hogy ő már begyűjtött rengeteg olyan élményt, hogy nem vagyok jó, nem vagyok megfelelő. Nem tudom megcsinálni. Én magam többet várok el magamtól, de képtelen vagyok rá. Nem tudom megmondani, hogy miért, csak tudom, hogy nekem ez kellene, és mégsem megy. És akkor inkább nem. Ezt most egy gyakorlati példa, biciklizni a gyerekek megtanulnak 4-5 éves korukban, az ügyesebbek, az okosabbak már 2-3 éves korukban tudnak kétkerekűvel simán bringázni. Tekerős, pedálos bicikliről beszélek, nem a futóbringáról. Van olyan gyerekem, aki 10 éves és nem tud biciklizni. Miért nem tud? Mert egyszerűen nincs még azon az érettségi szinten, hogy ő össze tudja rakni, hogy a kormányozás viszintes, a pedálokat függőleges irányba hajtjuk, és ezt a kettőt valahogy rakjuk szinkronba, működjön külön a kezem és a lábam, meg még a világgal is legyek most, valamilyen módon harmóniába. Hát persze, hogy nagyon nehéz feladat ez. Ez csak úgy egyszerű, amikor felülsz, és ez ilyen könnyedén megy. Na de amikor megérik rá a gyerek, akkor képes lesz rá, hogy megcsinálja, akkor örömet okoz neki. Hát nincs olyan gyerek, aki nem szeret biciklizni, hogyha ezt ő neki könnyedén megy. A tanulással ugyanez a helyzet. Hát nincs olyan gyerek, aki nem olvas szívesen, ha az neki így megy. Hát élményt ad. Tehát amikor nekem arról beszél a szülő, hogy lusta disznó a gyerek, akkor én bennem így sorjáznak a kérdőjelek. Hogy mitől vált ez a gyerek ilyenné? Mit akar megúszni vele? Hogyan csinálja? Miért így csinálja? Stb. Stb. Tehát értitek? Ez, hogyha a gyereknek rosszabb a tanulmányi eredménye, mint ami az ő intellektusából, szociológiájából, meg az elvégzett munkából fakad, akkor ott baj van. Ott egyértelműen segítségre van szükség a gyereknek, ott tanulási problémája van a gyereknek, ki kell deríteni, hogy mi az, hogyan lehet, ki tud segíteni, segítsünk, kész, ennyi a feladat. Mert lehet ezt a beégést megváltoztatni? Hát egy idő után igen, csak rengeteg feladat. Hosszú. Most az előzők, megint úgy járok én is, mint Józsi az előbb, hogy egy visszacsatolás, hogy ugye hogyan változtatja meg egy embernek az életét az, hogy a pályaorientáció, merre felé indulunk el, mennyi év, hogyan alakul ki. Már 60 éves felnőtt emberről beszélek, aki óriási tehetség lett volna színésznek, és ezt állítom, hiszen hallottam verset mondani, tudom, hogyan énekel, láttam előadni színpadon, beszélni. Tehát valami ős tehetség lenne az ember, de diszlexiás. És a 60 éves embernek a diszlexiája az nem úgy volt kezelve, mint manapság, ahogy tudjuk már kezelni ezeket a helyzeteket, és ő azért ment másik pályára, mert azt gondolta arra szíve, hogy neki otthon a szövegkönyvből kell megtanulnia a szerepeket, és arra ő úgyis képtelen. Hiszen nem csak versek és rímek, ritmusok vannak, hanem prózát is meg kellene tanulnia. És az érettségi után ő fogta magát, és elment egy orvosi egyetemre. El kell mondjam, az egész élete egy óriási csalódottság mindenki számára, és leginkább önmaga számára. Nem tudta befutni azt a pályát, amire ő predesztinálva volt. Nem tudta megélni azt az életélményt, amire ő született.
mindig keresett magának lehetőségeket, megcsillant itt-ott, emitt-amott, tehát mindenféle, de nem tudta befutni azt, amiért ő erre a világra jött. Soha, soha nem lesz igazándiból boldog. És most már az élete vége felé jár. Tehát, hogyha a gyerekre rákényszerítjük 14 éves korába, hogy ez legyél, vagy az legyél, vagy amaz legyél, a szülői tekintélynek engedelmeskedve, vagy jobb ötlete nincs, meg a pedagógus se tud vele mit kezdeni, jó, hát valamit kell, be kell iskolázni, akkor mennyi erre, vagy mennyi arra, a gyerek beáll a sorba és csinálja. Nem azzal az elánnal, nem úgy, és nem azzal az eredménnyel. Az egy óriási történet, hogyha a hatodik osztályba elviszik a gyerekeket, mit tudom én, üzemlátogatásra, és valamelyik gyerek megérzi a fának az illat, én asztalos akarok lenni. És ő asztalos lesz. Na de neki a fának az illata mindig ugyanazt fogja jelenteni. A másik azt mondja, hogy fúj, milyen, mert hozzáragadt a fenyőnek a gyantája. Ez egy ilyen történet. Bocsánat, még ebben az a tragikus, amikor ugye így beleerőltetjük a gyereket valamibe, hogy mindenki, szerintem gyerek, felnőtt, mindenki érzi azt, hogy ő mást akar, tehát másra vágyik valami, vagy több, vagy jobb, vagy más. És mindig ott marad benne az a fajta kielégítetlen vágy, ami nem teljesül be. Nekem is van egy 60 évesem, akit felvettek volna anno a 80-as évek elején, akkor nagyon nagy szó volt a testnevelési egyetemre bejutni, a TF-re. És a szülei addig-addig gyötörték, míg elment egy villamosmérnöki karra, ami teljesen távol állt tőle, elvégezte, jó eredménnyel megcsinálta, mert ezt várták tőle. És egész életében a sportért rajongott, sportolni akart, edző lett volna, és egyszerűen nem tudta ő sem befutni azt a pályaívet, nem tudta azt a sikert megélni, amit hitt, hogy nekik járna. És az egész élete úgy telt el, hogy egy sóvárgás, egy megrekedtség, és a folyamatos elégedetlenség és a boldogtalanság, és végül egyébként az ember depressziós lett, és az alkoholba menekült. Tehát, hogy ennek ilyen súlyos következményei vannak. Természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenki így jár, de hogy ezeket az elrettentő példákat azért mondjuk el, hogy esetleg másképp is lehet gondolkozni, másképp is hozzá lehet ehhez állni. Mielőtt megérkeztetek, arról beszélgettünk Józsival, hogy neki fontos területe a család jelentősége a lelki egészség szempontjából. Tulajdonképpen ezen a területen vagyunk, ezzel a témával? Abszolút, abszolút. Tehát a család is egy rendszer, egy olyan rendszer, amiben egyensúlyok vannak, vagy hát súlyok vannak, amelyek között meg kell találni az egyensúlyt, és tulajdonképpen ott mindenkinek, azt gondolom egy családon belül, mindenkinek el kell jutnia arra a szintre, ahol ahogy nem tudom, egálban van, ahol jól érzi magát, ahol ki tud teljesedni. Ahol harmóniában van. Így van. Ez jelenti ezt a családon belüli szerepek jó helyen kezelését? Igen. Így van. Ez, hát igen, ez abszolút. Hát most ugye ezt a témát már ugye érintettük, az, hogy mi kivezet a családban. Igen, és jó. Itt gondolhatunk arra is, hogy a gyerekre milyen hatással van az a családon, ha már a helyekről beszélünk, hogy a szülők között, tehát anyának és apának megvan a helye? Tehát, hogy ki az, aki irányít, tehát teszem azt, most, ha már a pályaválasztásba keveredtünk, hogyha apa azt mondja, hogy már pedig te elmész asztalosnak, de anya hatással tud lenni rá, hogy hát szívem, nem akar az a gyerek asztalos lenni. Ez egy jó dolog, azt gondolom, és akkor, hogyha akkor ebben még itt össze is, mondjuk úgy, hogy összejátszanak, akkor ez egy nagyon jó koprodukció, mert akkor nem fogják rákényszeríteni a gyerek. Meg hát, hogy az, hogy most nekem van egy elképzelésem, hogy mi lenne jó annak a gyereknek, hát ez kb. Olyan, mint hogyha én itt lennék, mondjuk anya meg itt van, és akkor gyere már a szívem ide, és akkor beszéljük már meg ezt a dolgot. Hát nem árt, hogyha megkérdezzük a harmadik felet is erről a kérdésről, hogy egyébként te mi szeretnél lenni. Nekem most eszembe jut a környezetemből egy eset. Van egy jó menő iparos ember, kereskedő, és csinálja a dolgát, szépen felneveli az ő kicsi fiát, de legyen több az ő fia, mint ő. Az ő fiából pedagógus lesz, tanár lesz, mérnök lesz, mit tudom én, mi minden lesz. Aztán neki születik egy fia, és a nagypapa azt mondja, hogy na majd ő átveszi a bótot, az unokám. És az unoka úgy nő fel, hogy ő át fogja venni a bótot, mert a papa egyfolytában ezt így tolta. És az apja is azt mondta, jó van, hát én megúsztam, majd a gyerek megcsinálja.
aztán mikor oda kerül, hogy a gyerek pályaválasztás, akkor 16 kört mennek, és a gyerek 26 éves, mire azt mondja, hogy én autószerelő leszek. És épít magának egy autószerelő műhelyt. Tehát értitek, hogy ez egy óriási felelősség, hogy milyen módon avatkozunk bele egy ember életébe, történetesen, ha a saját gyerekem, akkor is. Akkor is. Ez hatalmas nagy alázattal szabad csak megközelíteni, és ez ugyanaz, mint a nevelés kérdés. Én el szoktam mondani az édesanyáknak, édesapáknak, hogy te azt hiszed, hogy most a 3-4-6-8 éves gyerekeddel küzdesz. Nem. Az unokáid apját neveled. Uh-huh. És akkor így tágra nyíl a szemük, és megállnak. És vesznek egy nagy levegőt. Adj nekik perspektívát. Tehát, érted? Ne a mai napot akar már túlélni bármi áron, hanem lássad, hogy merre felé megy az a történet, aminek te az irányítója vagy felnőttként. És ugyanez mindig ott van, hogy szeretettel, alázattal, tisztelettel. Nem lehet másképp, és mindegy, hogy hogyan avatkozol bele egy ember életébe, segítőként, szülőként, családtagként, tanárként, mindegy. Ha nem ez az aspektusod, akkor nem adod meg az életnek, ami jár. Annyira szép végszó volt. Megint vége? Itt kell megálljunk, de semmi baj, hiszen egy hét múlva újra találkozunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Papcsillának és Hézli Józsefnek ezt a beszélgetést, és köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. További kellemes tévénézést kívánok. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra.